Villány a Borvárosa. Baranya megyében Pécstől 30 kilométerre a Harsányhegy lábánál fekvő település, ahol világhírű borok születnek. Vajon mi lehet a titka? Ennek járunk most utána. Itt éltem le az életemet, csábítottak messzebbre is, az ország más részébe, külföldre. Én csak itt érzem jól magam. Számomra az otthont jelenti, a családot és a munkahelyet, tulajdonképpen az egész életemet jelenti. Én ide születtem Villányba, nem is laktam sehol máshol. Világéletemben szőlészettel, borászattal foglalkoztam, nyilván az iskolai időszakot meg a katonaságot leszámítva. Villány az az életünk. Aki megszereti, az nem tud tőle szabadulni. Mióta csak a szakmához kaptam papírokat, és hát beleszálltam ebbe a dologba. Én mindig ide szerettem volna jönni. Kapásból mondhatnám azt is, hogy talán Villány mindent jelent. Amikor fiatal voltam, akkor így az volt a tervem, hogy Villányból elköltözök, hogy karriert csinálok mondjuk Budapesten, a fővárosban, mint közgazdász. Aztán közben itt ragadtam, de most már nagyon-nagyon régen eljött az az idő, amikor örülök annak, hogy ez így alakult, és hogy Villányban maradhattam, meg Villányi maradhattam, és hát amióta meg még önkormányzati színekbe, különböző titulusokba dolgozni is tudok a városért, az meg igazából még inkább boldoggá tesz, hogy én a saját munkámhoz hozzájárulhatok ahhoz, hogy Villány az egy még menőbb település legyen, és mindenki Villányi akarjon lenni. Ön szerint mi lehet Villánynak ez a vonzereje és megtartó ereje? Egyáltalán a haza. Az embernek tartoznia kell valahová. Anélkül csak lógni a levegőbe, az kötődni kell, tartozni kell valahová. Villányhoz tartozik más látnivaló is. Gondolok a szoborparkra, gondolok a Siklósi várra, gondolok Harkányra, a Harkányi vízre. Így egy csokorba kötve jelenti azt, hogy Villánynak, a Villányi bornak vonzereje van. Az adottságai, másrészt az emberek, az összetartás, a szeretet, a segítőkészség. Boldog emberek vesznek körül minket, mindenki azért jön Villányba, hogy jól érezze magát, és ez a pozitív kisugárzás, ez azt gondolom, aki kint sétál, a kicsit rossz kedvűen neki indul a napnak, és találkozik nevető, vidám, bort kóstoló emberekkel, akkor mindjárt ő is feltöltődik. Villány titka az, hogy hogy jó emberek vannak, mindig van egy-két szavuk egymáshoz. Baráti kapcsolat van a Villány lakosok között. A nyugdíjasoknál megvan a nyugdíjas klub, de találkoznak a fiatalabbakkal is. A fiataloknál megvan, hogy esetleg sporteseményre mennek, vagy vasárnapi templom után találkoznak, kóstolgatjuk egymás borait. Tehát tulajdonképp egy segítő faktor van. Ha ide jönnek a vendégek, mi ajánljuk egymást például. Nagyon sok fiatal van most a borvidéken, akik hogy úgy mondjam, követnek bennünket, és teszik a dolgokat, és nagyon szép borokat készítenek. Itt már ugye a technológiával, termésmennyiségekkel lehet valamilyen szinten manipulálni, de kellenek azért a könnyedebb borok is, tehát Villányban lehet nagy nehéz borokat készíteni, nagy testű borokat készíteni, de nem biztos, hogy az a cél, hogy csak azt készítsünk, minden körülmények között meg kell csinálni a könnyedebb, jól iható borokat, fehér borokat is, rozét. Én azt gondolom, hogy erre a fiatalok nagyon fogékonyak, nagyon jól képviselik Villányt, és hát maga a borvidéki tanács és a borvidékben a vezetők is fiatalok, mi öregek is ott vagyunk, de a fiatalok jönnek föl mellénk, és segítik a munkánkat jó ötletekkel, stb. Nagyon tetszik nekem Villányba, és azt hiszem, hogy egy kicsit a többi borvidékek úgy irigykednek is ránk, hogy mi tudunk egymással beszélni, nem piszkáljuk egymást. Azt nem mondom, hogy nincs néha vita, de amikor konszenzus alakul ki, akkor már senki nem énekel ki, hogy ez azt akarta, hogy akkor azon létezett a törvény. Azt gondolom, aki Villányba jön, az Villányi élményt szeretne. Ezért nem csak a kitűnő Villányi borokat, hanem a környezetet, a tájat, a dülőket, és a helyi ételeket is nagyon szeretjük. Borvidékek között is különbség van, hogy a Villány egy kicsi borvidék, közel 3000 hektár szőlőterülete rendelkezik, és nincsenek távolságok, szóval egy ilyen 5 perc, 10 perc, 15 perc sétával, nem kell taxi, nem kell más eszköz, amivel pincét és pincét lehet látogatni. Tényleg nagyon sok pincébe el lehet jutni, el lehet menni, borozgatni, és azért ez a borvidéknek egy óriási nagy előny és jelentőség. Mi az a plusz, amit más borvidékekhez képest Villányi borvidék adni tud az ide érkező vendégeknek?
Hát én azt gondolom, hogy itt az összefogást kellene megemlíteni, bár azt hozzá kell tenni az zárójelbe, hogy az, ami 20-30 éve volt a többi borvidéken, ahhoz képest az összes többi borvidék is nagyon szépen felzárkózott, tehát már nem csak mi vagyunk egyedül, hanem nagyon sokan vannak, hál' Istennek. De itt azért tényleg az összefogás az egy olyan összefogás, hogy nem konkurencia van, hanem tényleg barátság van mindenkivel, és mindenki mindenkivel találkozik. Az AREF-hez, ez egy brüsszeli szervezet, fél politikai, fél borászati szakmai szervezet, és én Baranya megye küldötte voltam az akkori Baranya megyei közgyűlési elnökkel ketten, és megismertük Európát, az európai borutakat. Óriási siker volt ez az út, olyannyira, hogy hazajövetelünk után 4 hónappal már meg is alakítottuk a villánysiklósi borutat. Jól tudom, hogy az országban ez volt az első. Ez volt az első példamutató. A legtöbb kérdés az, hogy hát ugye a nagy borászok nem nyomják le ilyen kis borászokat. Hát amikor a 90-es években a Bok Józsi bácsi egy nagyobb összegű hirdetést feladott, az gyakorlatilag az 4 lánynak és rajta keresztül nekünk volt a legnagyobb nyeresége. Minden borásznak megvan a saját vevőköre. És a Redi is pont azért jó, mert bejönnek, megkóstolják a Redinket, és szoktuk ajánlani, hogy most menjen föl a Mackóhoz is, megkóstolják meg a Rediét, vagy a Polgár Zoli bácsiét, és akkor így mindenkinek van egy összélménye villányról. Példaértékű az összefogás, csak néhány példát említve, a Cabernet Franc, ugye az is egy közösségi bor, a Redinek a közös munkája, azt is közösen hoztuk létre. Február első péntekén van a borászbál, akkor a János napi boráldás a templomba, közösen vagyunk ott, utána az egyik termelőnél van egy közös vacsora, ahol csak mi villányok vagyunk, elborozgatunk, elbeszélgetünk. Dúlán, hogyha mindenhol ilyen összefogás, nem csak borászatban, bárhol máshol is. Összességében nekünk együtt villányért kell dolgozni, és én úgy gondolom, hogy megvan az összhang, megvan az egymás támogatása. És ami jellemző is, hogy nem egyszer, amikor a vendégek kérdezik, hogy hová, nagyon bátran ajánlunk kollégákat, és hogy nyugodtan menjenek el, kóstoljanak, mert az a cél, hogyha ő lejön, akkor itt jó érezze magát, és jó szájízzel menjen el. Az a siker, amit egyébként elértünk, az egy fantasztikus dolog még Magyarországon belül is, mert a villányi borászok nagyon összetartottak, és mindenkit arra ösztökélt, hogy még jobb bor készítsen. Nem irigykedett a másikra, hanem megpróbált ő is még jobb bor készíteni. És ez gyakorlatilag mai napig így történik. Ennek az összefogásnak az egyik eredménye a Fran, ami van, villánynak az ászlós bora lett. Így van, tehát 25 év után gondolkodtunk azon, hogy mi az a fajta, amivel igazán ki lehet rukkolni, és mi az, ami biztonságosan nagy évjáratokban be tud érni és nagy bort tud adni, és ez a Cabernet Franc. És ennek a Cabernet Francnak a premium kategóriát hívjuk most már több mint 10 év óta a villányi Francnak. Nagyon jól érzi magát itt a borvidéken, és talán lehet mondani, hogy a szélsőséges évjáratokat sem úgy éljük meg belőle, hanem szinte mindig egyenletes minőséget tudunk készíteni belőle. Egyre több Franc ültetvény van, és egyre többen önállóan is palackozzák a Franc, és talán egy kicsit ebben azt lehet mondani, hogy villány volt az úttörő. És talán az első között Tiffany de bácsi volt, aki önállóan palackozta a Franc, aki már meglátta a szépségeit, és azóta egyre többen, és látjuk, hogy nem csak a borvidéken belül, hanem már az országon belül is egyre több önálló Franc lehet a forgalomban látni. A Villányi Franc után a Redi lett a második ilyen borvidék tulajdonában lévő brand. Mi számunkra azért volt ez fontos, mert hogy a portugizer fajtát szerettük volna egy kicsit újabb pozícióba hozni, vagy újabb lehetőségeket adni neki, és ezért lett egy portugizer alapú házasítás, ami a Redi. Nem a portugizer konkurenciája, nem több, hanem csak más. És én azt gondolom, ez nagyon jól meg lett fogalmazva, és számomra a legnagyobb dolog az, hogy ezt együtt kóstoljuk. Villányi vállalkozók, a villányi borászok olyan célokat tűztek ki maguk elé, olyan munkát végeztek, aminek köszönhetően most villány az, ami. Mindenki a maga nemében nagyon nagy eredményeket ért el, és mindegyikőjük a munkájukkal, a létrehozott szálláshelyekkel, a vendéglátásokkal, a pincéikkel, a borokkal, ami folyamatosan nagy megérettetéseken nagy eredményeket érnek el, azok mind hozzájárultak ahhoz, hogy villány az most egy olyan presztízs település, ami... Villány ugye borvárosa, ezt nem is kell részletezni, hogy miért, de aki mondjuk nem csak a borok miatt jön ide, nekik mit tud ajánlani ez a város?
a jövő az elképzelhetetlen a családok és a gyerekek nélkül, mert hát gyakorlatilag ők jelentik a jövők, és őértük érdemes dolgozni is. És ez nagyon-nagyon fontos mozgatórugónk az egyéb ilyen turisztikai fejlődési igényeinken túl, hogy akár az itt lévők, akár az ide látogatók számára olyan kikapcsolódási lehetőséget tudjuk nyújtani családi gyerek szinten, ami ezt a repertoárt tudja megint csak bővíteni. És ezért is teszünk nagyon komoly lépéseket a tekintetben, hogy ilyen infrastruktúrákat hozzunk létre, és mindegyikben a legfontosabb az, hogy akik itt élnek, vagy ide látogatnak családilag gyerekek esettül, ők tényleg egy nagyon jó rekreációs, családi élményelemekkel tudjanak gazdagodni, és egyéb más ilyen típusú beruházásokat is szeretnénk létrehozni a jövőben. Nagyjából egy időszakban, hogy öten kezdtük ezt úgy a borászkodást, hogy palackba is töltöttünk. Ez a 86-87-re tehető. Vevők ugye látták, hogy teljesen más kiszerelésben, más megjelölésekkel és már saját név alatt futottak a borok. Na ugye ez meg a hitelességet jelezte, hogy itt már nem a nagyüzemű egalizált borokról van szó, hanem családoknak az önálló borai kerültek ki. Korábbi generáció mennyiben segíti az új generációnak a munkásságát? Nem csak családon belül, mert azért itt Villányban nagyon sokan folytatják a hagyományokat, a családi vállalkozást, de akár az újonnan ide költöző vállalkozóknak tudnak-e segítséget nyújtani? Ennek egyébként van országos vonulata is, ugye van a Pannon Borművész cég, aminek most már lassan kiöregedő tagjai vannak, én is többek között ebbe tartozom, de a következő generáció juniborosok, akik belecsöppentek ebbe a dologba a szakmájukkal, és ezeket nem csak a villányi borék, az egész borvidék, egész országban mindenhol segítjük. Át kell adni a fiataloknak majd előbb-utóbb, szerencsére szépen jönnek be a második nemzedék, vagy már a harmadik generáció is helyenként megjelent. Nálunk is segítenek a fiatalabb családtagok. Én még abban a szerencsés generációban születtem, akiknek ugyan sok szülőjük nem lehetett, de családban mindig volt egy kis szülőterület, ahová eljártunk. Ezt gyerekként megélni nem volt olyan kellemes, amikor nem volt más lehetőség a szülőknek, nagyszülőknek, mint az, hogy a kötelező 8 óra munka után a szülőbe kell kimenni, és mivel mindenki ki volt, ezért a gyerekeknek is kint kellett lenniük a szülőben. Akkor ez még való büntetésként élte meg az ember, de most már, hogyha igazán nyugalomra vágyik, akkor kimegy a szülőbe. Mindig meg kell újulni, mindig kell egy új dolog, ami pluszba idehozza azért a turistákat, és ez nem csak a jó bor, hanem ugye kellenek hozzá megfelelő jó szállások, kellenek a kiránduló helyek. Én azt gondolom, hogy ez most a Villány az utóbbi 15 évben nagyon pozitívan, nagyon sokat fejlődött, és itt a fejlődésnek még nincs vége. Csodálatos pincészetek vannak, és én azt gondolom, hogy óriási sikereket érnek el itt a fiatalok is. Hogyha én más borvidéken kezdeném ezt, akkor ez nekem nem menne. Ez kellene nekem a villányi borászok, emberek, amennyi segítséget itt kaptam. Jó eső érzés, amikor az ember kimegy mondjuk szombat délután fő utcára, és akkor nem látunk más, csak embereket. És kóstolgatnak, süt a nap. És tehát az életünkhöz hozzátartozik ugye maga a szórakozás és a pihenés, nem csak az, hogy dolgozunk. Főúton lévő pincészetek teljesen be vannak telve. Szinte alig van olyan pince, amelyik már nem működik, mint vendéglátó pincék. Lehetne kezdeni, hogy a Brum Jánosék ugye nem csak Villánykövesden, hanem Villányban is van nekik vendéglátó pincéjük és plusz szállásuk. Molnár Lajosék, hogy ott a két fiú, ők is szépen borászkodnak. Szóval az az igazság, hogy nagyon nagy a fejlődés, és én azt gondolom, hogy itt még nem is lehet bezárni. Én biztatok minden olyan családban lévő gyerekeket, akik affinitással rendelkeznek, hogy próbálják ezt a szakmát jobban erősíteni, mert a világon meg fogják ebbe találni a megélhetést, az biztos. Mivel vár téged Villány? Családias környezettel, élménydús programokkal és kiváló borokkal. Gyere és fedezd fel te is Villányt, a borvárosát!